Lajos tér, metróállomás, egy zöldel, kevesebb itt is. Itt vagyunk tehát a Kossuth téren, hölgyeim és uraim, egy speciális külön kiadásba igazából. Hát, hogy mondjam, ez a tér, a Nemzet főtere azért látott már szebb napokat is. Bár hozzáteszem, hogy most már mintha kezdenének ezek a zöldek kicsit felé lenni, mondjuk. Hát mondjuk pont most nem fognak fejlődni, mert ugye közeleg a tér megjelenek, de amúgy ez a tér valamikor sokkal zöldebb volt. Most egyébként azt kell mondjam, hogy szinte egy ilyen nagy betonplac az egész, hát nézzétek meg. Azok a szerencsétlen fák, amiket ültettek, hát azok is éppen hogy csak vegetálnak. A metró bejáró az teljesen megújult, tehát onnan elbontották azt az építési szörnyűséget. Az egyik legmélyebb, az egyik leghosszabb mozgó lépcső itt található egyébként. Na és hogy hát tulajdonképpen miért is jönünk a Kossuth téren? Konkrétan augusztus 20-a óta halogatom a dolgot, de majd mindjárt rátérek egyébként, hogy pontosan miről is van szó. Egyébként hát mondom, itt valamikor sokkal nagyobb élet volt ezen a részen, hiszen itt a trollibuszok, tehát a 70-es, 78-as azok itt fordultak be, itt elhaladtak, és az Alkotmány utcán visszafordulva Bátori utca és majd úgy vissza a Kálmán Imre utcába fordultak újra vissza, tehát itt haladtak el gyakorlatilag a villamossal párhuzamosan, most csak a 2-es villamos halad itt, mint látjátok, itt vannak a vágányok. Ahogy elhaladtunk egy picit itt ez a rész, hát, hogy is mondjam, egy kicsit hasonlít, és most nem akarok itt ilyen politikai dobba belemenni, mert tényleg abszolút nem volt szándékom. Picit olyan észak-kóreásan halad el, tehát, hogy itt azért mégsem haladunk hát úgy, mint az állat, értitek? Na mindegy, szóval nem akarok belemenni nagyon, ez tényleg most ne annyira a politikáról szóljon ez a dolog, csak hát nem tudom elkerülni. És hát így kandikál a nap, most már ugye felhők mögül egész tavaszias az idő, legalább nem szakad az eső, stb. Hát itt volt valamikor ugye a 70-es, 78-as troli, itt haladtak el tulajdonképpen, mint egy azt a két járatot tulajdonképpen megkoronázta igazából ez a látvány, amit itt láttok. Tehát ezt nagyon sajnálom egyébként, hogy ezt elvették, mert a két járatom elég sivált lett így a jellegi végállomása, amit hát már ugye kétszer is feldolgoztam, úgyhogy most még egyszer nem fogom. Tehát itt haladtak el, 70-78-as, de hát ez most nem erről szól nagyon.
Csak hát mondjuk ez a látvány azért az utasokat, hát kicsit hát mondjuk úgy, hogy szóval most eltekintve tényleg a politikától, hát azért olyan szebb látvány volt, mint a jelenlegi végállomás ennek a két járatnak, tehát nagyon el lett cseszve, de amúgy maga a tér is el van rendesen cseszve, mert annak ellenére, hogy hát ez úgymond fel van újítva, hát egy beton dzsungel lett ez az egész, hát most nézzétek meg, gyakorlatilag egyetlen egy deka zöld felület sincsen, gyakorlatilag beton, mindenfelé szürke, egyébként ugyanerre a sorsra jutott a Székálmán tér és a Baross tér is, és még sorolhatnám, a nagy-nagy felújítások hát ide vezettek. Majd keresek képet azért a régi Kossuth térről, hogy hogy nézett ki, sokkal zöldebb volt és sokkal élhetőbb volt az egész. Ugye állandóan azt akarják nyomatni, hogy hát itt milyen élhető ez a város, és hogy itt lehet bringázni, meg mit tudom, mert állandóan ez a bringamánia itt ebben a városban, ez már beteges tényleg. Szóval látjátok, hogy a villamosok nem iszonyatos sebességet tépnek, éppen hogy csak döcörésznek itt ezen a szakaszon, ilyen gyökkettővel szinte. Fennyánban is egyébként néztem olyan videókat, ahol a nagy tribün előtt, hát ott lassan kell menjenek az ottani villamosok, mert mindegy. Szóval, hanem, hogy miért is vagyunk itt, mindjárt mutatom. No, hát nem tudom mennyire látjátok, mert ezzel a kamerával nem igazán tudok zoomolni. Az Alkotmány utca elején vagyunk, az egyes számnál, a mezőgazdasági múzeum mellett. Egyébként ezt az imént elfelejtettem mondani, hogy ez az épület, ez a mezőgazdasági múzeum. Egyébként ott van egy szobor is, ugye ebből is lehet következtetni. Ugye régen, amíg nem volt ez az egész őrület, azért a gyerekek, illetve a nagyobbik lányom is azért az iskolával azért elég gyakran jöttek ide. Ilyen csoportos kirándulás keretein belül. Hanem, én már tulajdonképpen augusztus 20-a óta szerettem volna nektek bemutatni valamit, egy számomra tényleg kimondottan érdekes dolog, bár hogy mondjam, a Magyarország történelmét tekintve szomorú eseménynek tulajdonképpen emléket állító dolgot, méghozzá egy ilyen emlékművet, egészen pontosan Trianonnak állít emléket. Ez a különleges emlékmű, amilyet én megmondom őszintén, én még nem láttam sehol, semmilyen formában. Amint az internetről megtudtam, ugye erről az egészről, meg hát azért láttam képeket róla, 4 méter mély a végpontja, és azért nagyjából is árultam az érdekességét, hogy le van süllyesztve a föld alá. 4 méter mélyre, úgyhogy nem tudom majd ez a kamera mit fog belőle látni, remélem, hogy azért fogja látni. Egy ilyen folyamatos rámpán fogunk lehaladni, és hát gyakorlatilag ennek az emlékműnek a végén van egy ilyen örök mécses, tulajdonképpen egy ilyen örök láng elhelyezve, és hát ez a trianoni béke diktátumnak, illetve hát Magyarország gyakorlatilag egyik tragédiájának állít emléket. Ez az emlékmű ugye a nevében is benne van. Úgyhogy ezt fogjuk most megtekinteni. Nagyon régóta szerettem volna megcsinálni ezt a produkciót. Természetesen úgy magáról Trianonról is fogok elhelyezni a linket majd a videó leírásába. A főcímet köszönöm Tóth Attila barátomnak, hiszen felé lett a dolog, úgy tűnik. Nagyon régóta nem vettem fel vele a kapcsolatot, és nem is nagyon írtunk egymásnak. Hát az igazság, hogy elvonja az ember figyelmét az a sok minden, ami van a világban most. Úgyhogy ezért elnézést kérek, de Tóth Attila barátomnak köszönöm szépen az intrót, ami majd elvileg ott lesz a videó elején, és majd a csatornáját természetesen be fogom linkelni cserébe a produkcióért a leírásba. Úgyhogy meg is nézzük, hogy hogy néz ki ez a dolog. Bízom benne, hogy át fog jönni annyira egy széles látószögben az egész, úgyhogy el is indulunk akkor lefelé, hiszen itt van maga az emlékmű, és gyakorlatilag ugye itt az oldalfalán egyébként csak majd nem akarok beszélni, mert ez mégis egy emlékmű, és azért nem illik szerintem végigdumálni az egészet. Itt az oldalfalon egyébként majd láthatjátok azokat a település neveket, amelyek elvesztek tulajdonképpen, mint Magyarország. Úgyhogy gyakorlatilag most így prózában ennyi. Úgyhogy ilyen szövegelés nélkül leereszkedünk akkor a föld alá, mert ez mégis csak egy emlékmű, és nem akarom teledumálni a dolgot, egészen oda fogunk akkor menni. Jó? Na nézzük!
No, hát itt látjátok, hogy le is van írva, hogy itt ez minek állít emléket. Úgyhogy egyébként tényleg nem lehet kerékpározni sem. Hát ez nem a randaljózásnak van kitalálva ez a hely. Úgyhogy megnézzük akkor, hogy is néz ki ez a dolog. Hát látjátok, hogy itt van egy rámpa. És 4 méter mélyen van. És én már látom is a lángot egyébként. Úgyhogy itt is hát láthatóak, szerintem látjátok a települések nevét, amik hát elvesztek ez a diktátumnak köszönhetően. Hát most mindent nem tudom megmutatni, de itt mind a két oldalon itt végestem végig, azért láthatjátok, hogy nem kevés. Csak az a baj, hogy mind van benne, azért összességében ez egy remek mű tulajdonképpen, hiszen itt gondoljatok bele, hogy mennyi közművet ki kellett váltani, át kellett helyezni, stb. Ez nagyon sokáig épült, megmondom szintén nem tudom pontosan meddig, de nagyon sokáig le volt zárva itt ez az egész. Most hagynék, nem akarom kritizálni ezt a csávót, aki kerékpárra ide le akart jönni. Abban a neon színű ruhában, hát azért mégis egy emlék működjön. Mindegy, hagyjuk. Hát itt látjátok, lehet látni rengeteg települést, tehát borzasztó mennyiség. És itt vagyunk lent. Megérkeztünk. Hát itt néméten mélyen vagyunk most a talajszint alatt. És mint látjátok, hát nem tudom, hogy mennyit fogtok látni, mert ez a kamera nem túlságosan érzi jól magát árnyékban. És itt látható az örök láng. Ami valószínűleg gáz láng. És hát emléket állít az egész Trianonnak. Egyébként egész jól veszi a kamera a dolgot, hát remélem, hogy ti is látjátok majd. Elképesztő egyébként, szóval azt kell mondjam, hogy szomorú az az esemény, ami miatt ezt állították, ezt az emlékművet, de vége nem az a szokásos, nem az a szokványos. Remélem, hogy mindenki el tudta olvasni. Egyszer annyira irritál, amikor valaki nem tud viselkedni. Na mindegy, szóval adjuk. Hát lenyűgöző. Kiért tudom egyet ebbe is ki nem, de azért ilyen helyen illik valahogy mégis viselkedni, de hát ez megint más kérdés. Nem mellesek.
meg egyébként ingyenes a dolog, tehát nem kell semmiféle belépőt fizetni, meg ilyenek. Kamerázni, filmezni, fotózni lehet. Természetesen felülről is megnézzük majd az objektumot. Forza! És akkor haladunk fölfele, visszafele. Egész szép a látvány, így a parlamenttel. Én csak javasolni merem mindenkinek, hogy gyertek el és nézzétek meg. Lenyűgöző hely egyébként, nagyon szépen és igényesen meg van csinálva. Itt most tényleg szeretnék elvonatkoztatni a politikától, úgy egyébként, ha bár kötődik hozzá sajnos ez a dolog, tehát nem tudunk azért elmenni a teljes politikai jelentés mellett. Magyarországból annyi elveszett, de hát ugye, hát jelen helyzetben nem tudom, hogy ez az ország mit kezdene ezzel a többlet területtel. Efelé könnyebb ott jönni. Négy méter, az 4 méter. Na és akkor eszembe, hát gondolom azt nem kell bemutatnom, ott van a parlament. House of Parliament. Amit 1986-ban Freddie Mercury meg akart vásárolni. Nem vicc, tényleg. És mondhatnék, hogy hát ez nem eladó. Ugye pláne akkor, hát 1986-ban egy kicsit gáz lett volna. Megnézzük felülről a dolgot. Kicsit itt megkerüljük ezt az egészet, és akkor onnan a végéből megnézzük. Alkotmány utca 2, az 1 és 2 között vagyunk éppen. Szóval ezek a kerékpáros csávók. Hát nem mondanám, hogy tudják azt, hogy illik viselkedni milyen helyeken. Tehát ez a na mindegy, szerintem lehet hallani, majd átjön mindenki, leírhatja a véleményét. Na nézzük így felülről a dolgot. Hát ő őrzi egyébként a parlamentnek is, a nemzetőrség is őrzi ezt a létesítményt, meg itt van egy hölgyike, rendőr ő is őrzi. Mondjuk az nagyon, nagyon szánalmas lenne, hogyha valaki esetleg ezt megrongálná, vagy tényleg grafitizné, hát reméljük, hogy ezt meg fogja úszni ez a hely. És hát értelemszerűen ugye ez az utca Zsák utca lett, az Alkotmány utca. Tehát ide nem lehet behajtani. És akkor mindjárt itt vagyunk a... Hát ugye a fölmászni oda nem tudunk, nem is akarok. Akkor fölülről gyakorlatilag egy ilyen kövekkel van ugye az egész így lefedve, és hát itt jártunk az imént lent. Nyilván, hogy éjszaka ez valamelyest látványosabb. Tehát már mint a láng miatt. De így sem rossz, na, akkor ne legyünk telhetetlenek. És gyakorlatilag ott középen egyébként azok a betonkockák, tulajdonképpen vagy beton elemek úgy vannak kialakítva, hogy bár ilyen négyzetszerűen, de azért lehet érzékelni, hogy az ott Magyarország területét akarja szimbolizálni, tulajdonképpen én erről olvastam, erről is. Hát innen is azért jól néz ki. Jól van szemben a parlament. Nem csúnya látvány ez így, meg még nem. Nem rossz, csak a mementó az, ami miatt ezt megalkották.
igényesen van megcsinálva, tehát amúgy tényleg hát minimalista, de hát egy ilyen emlékműnek hát kb. Ilyennek kell lennie. És én azt értékelem külön ebbe a dolog, ebbe a emlékműben, hogy nem a szokványos, tehát nem egy ilyen felfelé nyúló, hatalmas, magas valami, hanem le van süllyesztve a talajszint alá tulajdonképpen, tehát mint egy szimbolizálva azt, hogy elveszett, elsüllyedt, mint Magyarország, és hát körülöttünk lévő országok birtokolják azt, ami egykor a miénk volt. Szóval én azt mondom, hogy lenyűgöző és szép. Mondom, mindazt leszámítva, hogy ez minek állít emlékművet, ezt leszámítva szép és igényesen van megcsinálva. No, egyébként csak még egy közlekedési érdekesség, az imént rosszul mondtam, egyébként elnézést kérek, Kozma Ferenc utcába fordultak vissza a trolik, tehát onnan jöttek a trolik, itt befordultak és úgy fordultak rá a Kálmán Imrére, és akkor onnan a Bátori utcánál fordultak ki balra, aztán jobbra, ugye elmentek a parlament előtt, na mindjárt meg is mutatom nektek egyébként. Most jelenleg annyi maradt a troliból, hogy ott már láthatjátok egyébként a felső vezetéket, hogy jelenleg ugye gyakorlatilag ezt a tömböt megkerüli, és hát lényegesen le lett csonkítva. Na szóval itt jöttek a trolik, itt volt a felső vezeték, egyébként nagyon sokáig itt ment az a tiritolizás, hogy tolatva fordultak meg a 70-esek, meg a 78-osok. Csak hát ugye azok a vezetékek ugye innen már el lettek bontva, bár a keres sodronyoknak a helye egyébként az gyakorlatilag végig megtalálható az épület falában, ugye még tartották az eredeti felső vezetéket. És ilyen, hát ugye így jöttek, ahogy most mi jövünk, visszafele, tehát a másik végállomásukra, és itt fordultak be újra a Kálmán Imrébe, és itt fordultak ki a Kossuth Lajos tér felé, mint ahol most sétafikálunk, maszk nélkül, ugye? És akkor hát ez itt a Kálmán Imre utca, itt szembe. Szerintem látjátok. Tehát egészen más volt itt a látkép, majd erről is próbálok egyébként képeket keresni. Hát vannak, akik megismernek már, úgyhogy. Szóval a trolik, hát mint ahogy egyébként pont itt ment el egy 70-es, szóval itt pont az ellenkező irányba fordultak ki. És nem ott volt a végállomása, hanem sokkal följebb álltak meg. Hát, hogy legyen egy kis közlekedési tudsz is ebbe az egészbe. És egyébként, ha már itt járok, megmutatom nektek a vértanúk terét, hogy az is a szürkeség áldozata lett. Egyébként azt is rettentő módon elcseszték. Rengeteg zöld volt ott is, és az is ki lett írva gyakorlatilag. Na, szóval hát itt jöttek a trolik is, hogy a vezeték az nem így fordult. Itt nem is volt itt vezeték, hanem itt az ellenkező irányba erre fordult, és itt volt a 70-es, 78-asnak a végállomása, hát legyintésnyire a Kossuth tértől sokkal közelebb volt, hát most hol van gyakorlatilag? Ott. Egy ilyen jó 150 méterre az eredeti végállomástól. Na, és egyébként ha már itt vagyunk, akkor itt van a vértanúk tere, amit szintén, hát ugye természetesen ugye felújítottak, parkosítottak, mint ez látszik. Gyakorlatilag egy ilyen full beton, full szürke lett ez is. Nagyon szép, ilyen zöld, ilyen kis lugas volt itt. Itt volt az a kis híd, amit rengeteg turista szeretett, és rengetegen készítettek ott fotót, emléket. Hát most nézzétek meg, gyakorlatilag egy centiméternyi zöld nincs gyakorlatilag, ott középen van valami, egy kicsit, és gyakorlatilag ameddig a szem ellát beton, tehát valami borzalmasan sivár, és akkor itt egyszer csak le vannak téve a padok, és akkor fú, de szép. Na, szóval egyébként a trolik ugye onnan jöttek, és itt fordultak be,
a Kossuth tér. Kossuth téren elhaladtak a parlament előtt, úgy mint a kettes villamos, és ezt tulajdonképpen mint egy megkoronázta ezt a járatot, igazából ezt a két járatot, de hát ugye meg kellett ezt is változtatnia. Hát kicsit beszélek erről is, arról is tudom, de hát elég ritkán jutok kamerához mostanában. A Nemzet Vértanúinak emlékére. Csak hát régen ez sokkal szebb volt az egész, tehát itt volt egy ilyen kis lugas, itt volt az a kis hidacska, erről is keresek majd képet az interneten, úgyhogy majd fogok valamit ide bevágni nektek, hogy hogy nézett ki ez régen, mert most valami rettenet. Hát nézzétek meg, szürke, végig, nézd, ameddig a szem ellát, tehát itt annyi fát és zöldet kiirtottak, és akkor ugye itt van most ez a kis minimális zöld, ami hát azt gondolom, hogy rohadtul nem pótolja azt, amit kiirtottak, ugye felújítás címszóval. Ott egyébként a távolban lett egy mélygarázs, és igazából ennyi. Tulajdonképpen így néz ki most. Ott egy mélygarázs ott a távolban, úgyhogy ennyi. Hát így néz ki. Összességében nagyon ellecseszte ez az egész. Hát ugye most, hogy belenézünk a Kossuth térbe, szó szerint régen nem lehetett látni a parlamentet a sok fától. Most ennek semmi akadálya. Tehát látjátok, hogy ameddig a szem ellát beton. Hát eléggé lesújtó ez a látkép azért. No, hát ennyi lett volna igazából az emlékmű a lényeg, tudom, tehát, de higgyétek el, hogy még mikor kiszabadulok, és kicsit tudok szárnyalni úgymond az elmémbe, és kicsit tudok maszk nélkül létezni, és kicsit tudok, hogy mondjam, egyáltalán filmezni, tehát egyáltalán projekteket készíteni, akkor ugye elkapnak a gondolatok, és csak mondom. Mindegy, ha valakit nem érdekel, elkattint és kész, ennyi opció, nyugodtan megtehettek, nem fogok megsértődni. Komment szekciót megnyitom. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz a helyzet. Úgyhogy innen a Vértanúk tere per Kossuth Lajos térről, itt a kettőnek a találkozásából. Köszönöm el mindenkitől, aki megnézte ezt a projektet. Köszönöm szépen a figyelmet. Hát, ugye milyen kopár, sivár? Ja, na jó van. Hát ennyi lett volna a projekt. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet. Vigyázzatok egymásra, magatokra. Béke.